hogy egy úri ember, aki 63 éves, engem ő nagyon meséltett. Én eredeti pévélete vagyok, és ugye én rólam ilyen vicceket, akik kitesznek, a TikTok letiltja. Tehát itt engem a TikTok megvéd. A Facebook oldalon nem véd meg, mert ugye ott más a nevem, de én egy művésznő vagyok, és tiszteljetek és becsüljetek. Ez az úr, ez a 63 éves úr elkezd panaszkodni, hogy 67 ezer követőjét veszítette el. Neki tudnia kellett volna, hogy nekem olyan üzenetet nem szabadott volna, hogy hagyjon, amilyen durva üzenetet vágott velem össze. És azt hitte, hogy ez vicc, de ez már nem vicc, mert ugye a művésznőt, akit itt a TikTok megvéd, az én vagyok többek között, és a többi előadó művészt is. Ez a név, ez a P. Violetta név, ez azt jelenti, hogy Párduc Violetta, és én egy művésznő vagyok, Budapest Európa Televízió Dilidári Mulatoson műsorvezetője. Ne sértsen senki, mert ahogy láthatjátok, aki megsért engem, itt a TikTokon mindegyik tiltva van. Sziasztok! Nagyon sajnálom az urat, hogy neki a TikTok fiókját tiltották, de nem szabadott volna olyan gusztustalan összevágást csinálnia, amit csinált. Tehát itt ő beszélt olyan dologról, ami intim dolgokat érintett. Igen, nem szabad. Ezt szeretném mondani, jósolni nem tudok, te sem tudsz, senki nem tud igazán jósolni. Az van, amit te szeretnél, hogyha a negatívra gondolsz, akkor az előbb-utóbb bejön nagyon sok imával és nagyon sok akarattal. Ha pozitíven éled az életedet és rosszat gondolsz és rosszat csinálsz, stb. A karma visszaszáll. Mindig könyörögni kell, kopogtatni kell a boldogságunkért és a szerencsénkért, ennyit szeretnék elmondani neked, Meloskiv Bence, 55. Szép jó napot kívánok! Sok igen, itt sok olyan ember van, akik engem kimondottam, nem is tudom pontosan, mert nincs indokuk utálniuk. Egyetlen egy dolog miatt esetleg, hogy Varga Irén pankrációt indított ellenem 3 évvel ezelőtt itt a TikTokon, kidolgoztam magának azt a dolgot, ahol most tart. Most azt mondja, hogy ő soha nem koldult, mikor ő koldult, kisgyerekeket szedett le, sírt a népnek, sajnáltatta magát, a rajongók összefogtak, kimentek szelfizni, pénzt kapott, stb., de túl szemtelenre vitte az ügyet. És én ezt üzenném Varga Irénnek, szégyelje magát, de nagyon, és rá örökké megmarad az, hogy koldús művésznő. Egy utcai zenész, ha oda megy, kiteszi a kanapját, vagy egy kis dobozát, nyugodtan lehet beledobni pénzt, és köszönjük szépen, hogy vannak utcai énekeseink, zenészeink, és hát azt szeretném mondani, hogy nagyon sok utcai zenész van olyan, akiből hatalmas nagy sztár lehetne, de ő mégis azt választja, hiszen az az élete, és ott szeret tenni. És ez a kis pénz, amit összegyűjt, az az övé, nem kell leadni senkinek semmit. Azt szeretném mondani nektek, hogy én minden nap főzök, változatosan főzök, és általában 2 napra, de minden nap megcsinálom a másnapi, illetve aznapi friss ebédet, tehát több választékokat szoktam főzni, például, hogy van fasírt, sült vízslé, zöld babfőzelék lesz majd később megfőzve, de még volt halászlé hallal, és illetve toros káposzta, fasírozott burgonyapüré, és stb. Hideg tálak, és rengeteg minden van. Szeretettel üdvözlök mindenkit itt a TikTokon, eredeti P. Violetta, én vagyok, Párduc Violetta, én vagyok. Én üzentem a Subi Rolandnak, hogy kérjem már ki ott, és mondja már be, hogy a tímea nem Párduc, mert ő az én nevemet elvenni nem veheti, és senki. Ő Loka Pantera. Nem kell összetéveszteni és Párduchozni őt, amikor a Párduc az én vagyok. Hiszen én indultam, mint Párduc ránként, még anno az X-faktorban. 3-szor voltam ott, de ez, hogy Párduc, ezt a nevet azért tőlem nem vehetik el, mert az alapító tag, az még mindig én vagyok.
ha akarom, akkor a páducrányokat meg tudom újra újítani, és ez a név be van védve. Pévilletta be van védve Budapest Európa Televízió műsorvezetőjeként, ez én vagyok, ami azt jelenti, hogy Pikács Violetta, Ibolya és Pádusz nő. Ezt mindenki vegye tudomásul, hogy nem a Pantera a Páduc, hanem én vagyok a Páduc, hiszen a Páducányok alapítója és a többi én vagyok. Azt sem vehet ilyen senki, tehát ő a Loka Pantera. Ne páducozzátok, köszönöm szépen. Hát jó, akkor mondjátok úgy, hogy Pantera, ennyi. Loka Pantera. Tehát Loka Panterát nem kell összetéveszteni a Páduccal. A Páduc én vagyok, Pantera ő, tehát ő a tíme a Budapest Európa Televízió Showtime-szába együtt léptünk fel. Még a nő Rómeó és Szilvia műsorában is. Azon kívül jó kapcsolatot ápolunk, nagyon kedves házas pár. Nagyon tiszták, és tényleg ők közöttük nincsen, hogy főnökség, ők teljesen egyformák. Roland nagyon szeret főzni, nagyon-nagyon tiszták, én voltam náluk, tehát egy napra vendégségbe fogadtak minket, de azért ezt kikérem magamnak. Tehát itt az, hogy Loka Pantera néven jelent meg ugye az X-faktornál, ne téveszétek össze a Páduccal, mert Páduc lányokként pedig mi ezt szeretném mondani. Érenke kihasználta, igen, a lehetőségeket, besztároltam őt, eléggé jól és eléggé szépen, majd aztán ő elindult az ő kis útja felé, és sajnos, hogy ugye egy koldus, és kihasználta a tisztelt rajongóit, és igen, kisgyerekektől is elvett pénzt. Hát, ha azt nézzük, le van gyámoltatva, ő is körülbelül kb. 10 évesnek felel meg. Ő hiába pakolja az eszét, hogy ő ilyen okos, olyan okos, ő nem okos. Egyáltalán nem egy okos nőszemély. Igen, viccesnek vicces, természetesen, hogy ugye ezért szeretitek. Jó, hát figyelj, hogyha én 12 évvel ezelőtt mentem és indultam, mint páducrányok, és utána szintén, akkor ez az név, ez az X-faktornál, ez nekem be van védve, ez senki el nem veheti. Ezt szeretném mondani. Jó napot kívánok! Tehát egy kicsit sértő az, hogy az én nevemet elveszik. Mert mondom, Páduc Violetta, és ezért van rövidítve, hogy P. Violetta. Páduc Violettaként van kint az őriz meg szerelmünk. Vada Lacival a YouTube-on meg lehet hallgatni, gyönyörű szép dal. P. Violettaként van kint a Diridári Mulatosom, K.O. Lacival, műsorvezetőként. Ugye én vagyok, és pluszban még előadó művészként is. Nem. Nem. Én úgy nem léptem fel, hogy Pikács. Rendben? Mindig P. Violetta, ami Páduc Violettát jelent. Rövidítve. Na, úgyhogy a bácsinak üzenem itt, hiszen ez volt a téma, hogy ő 63 éves, én 62 vagyok, tisztelt uram. Önnek nem volt joga névéletát megsértenie, és pláne intim dolgokat üzenni nekem. Úgyhogy nagyon sajnálom a 76 ezres követését, eltetszett veszíteni. Én önnek írtam, hogy azonnal azt a lábját vegye le innen, mert jogsértés követett el velem szemben. Teljesen mindegy, hogy hogy van. Én a Páduclányok vagyok, X-faktor, sziasztok amúgy. Azt sem lehet elvenni, azt a nevemet sem. Ennyi. Az, hogy Loka Panteraként indul valaki, az nem jelenti azt, hogy le kell párducozni, mert a Páduc nő az én vagyok. Kikérem ezt magammal. Engem nem érdekel, hogy hogy sértődik meg Timi vagy Roland, de azért azt azért mondják be egy élő videóba, hogy ő nem a Páduc. Rendben? Én sem veszem fel Varga Irén nevét, nem veszem fel azt, hogy a Loka Pantera, hát akkor felveszem én is akkor ugyanúgy. Ezek mind jogsértések.
Nem szabad. Igen, ő nagyon jól főz, nagyon tiszta. Roland is nagyon jól főz, nagyon tiszta. Nagyon örülök nekik, nagyon jó barátaim. Teljesen mindegy. Én az X-faktorban, a legelső X-faktorban, mint pár duc lányokként mentünk. Felejthetetlen kategóriát kaptam meg, több tízben benne vagyunk, tehát ezt elvenni tilos, nem szabad. Eddig még én nem láttam Luca Panterát, hogy bekerült volna az X-faktor top 10-ébe, de én 10 éve vezetem ezt a ranglistát. Na persze, minek? Azt is lehetne mondani, hogy most már törülhetnének engem, és bevihetnék Varga Irint Luca Panterát helyettem. Így van, pontosan. És nem csak 2013-ban, már a 2011-esnél már ott voltunk. Nem törülték, az örökké ott van. Sajnos. Igen. Minden évben ott vagyunk a top 10 listában. Tavaly a harmadikok voltunk, most pedig visszaestünk a hetedik helyre. Hát vegyél te kecske, jó? Adja a jó Isten. Úgy makogj, mint egy kecske. Rendben? Ne sértegessél engem, amikor normálisan beszélgetek. Na jó, tehát egy a lényeg, hogy nekem ez a violetta, tehát ez az eredeti violetta oldalam, ez be van védve. Itt egy védett előadó művész lapja van. Az, hogy sokan leutánoztok, és sok áll Facebook van, és sok ilyen oldal, mint violetta, de ez az eredeti violetta, és eredeti violetta hangja is. Ezt szeretném mondani. Különben keresek egy fiatal embert, akit Hausen 9-esként van fent itt a TikTokon. Jó lenne, ha valami infót pluszban le tudnátok róla nyomni. Az ember körülbelül 4 éve bántalmazza az életem. Banók Lajossal együtt, Lakatos Matildal együtt, Francia Drazséval együtt, Pefe Tomival együtt, és még vannak még egy páran, és ez az idős ember 63 éves létére annyi esze nincs, hogy ilyet üzenni P-Violettának nem szabadott volna. És ezért letiltották az oldalát. Gratulálok a TikToknak, hál' Istennek, hogy megvéd engem, és nagyon szépen köszönöm. Tehát vegyétek tudomásul, hogy nem szabad engem sértegetni. Köszönöm szépen. Sziasztok! Kellemes szép napot mindenkinek! Erről van szó. És itt a TikTokon lett 2-3 olyan, vagy 10 ellenségem, vagy 20, aki sajnos a YouTube felé kiviszik ezeket az élő live-emet, ott pedig a megaláztatások tömkelege folyik. Érdekes, még a TikTokon nem tudtam letiltatni őket. Először, mint Mateszosz Peti, Vörös Papnő, Pamadéla, stb. Neveken voltak, Márk és ilyenek, most pedig ugye ott van az, hogy teljesen más nevek, és töltik felfele, és végig galázzák még az anyámat is, aki már nem él, Isten nyugasztalja. Jó, Mateszosz Peti, az valahol szeretett engem, az igazi. De van több és több ilyen áll, Mateszosz. Igen. Nem tudom, valahogy rám álltak, de szeretném az, hogy tisztulna az életem, és senki ne csodálkozzon azon, hogy azokat az oldalakat tiltani fogják, akik engem megaláznak. Rendben? Akár a TikTok, akár a Facebook, akár itt a TikTokon. Hát most is ugyanazok vannak, igen, csak más néven, nagyon durvák és nagyon csúnyákat írnak. Igen. Bizony. Hát ez szerintem Irénke emberei. Laura Csendi, szia. Puszilak titeket. Van egy Facebook oldalam,
Violettaként, Violetta Ibolya jelölhettek. Kép nélkül vagyok itt, mert olyan az a tap, hogy nem lehet kitölteni képet. De ugye ez miért van, nem tudom. Mert akiket letiltottam ugye az Ibolya Pikács oldalamról, ott viszont megtaláltok. Mert ki kell szűrnöm azokat, akiket úgy gondolok, hogy ők a youtuberek és az ellenségeim. Nem azért tiltottalak titeket, mert rátok gondolok, csak azért, hogy meg tudjanak titeket védeni, mert nektek is a fotótok alapján, nevetek alapján, a Facebookokkal bántalmaztak nagyon sokan. Ezt szeretném mondani. Igen. Ja. Hát akkor én ezt szeretném üzenni a 63 éves férfinek. Én nem bácsizom, mert 62 éves vagyok. És egyáltalán nem azt jelenti, hogy megöregettem, mert nem. De ő egy eléggé öreg ember, 63 éves létére. És ne beszéljen olyan csúnyán, mint amit ő összevágott nekem videót. Amúgy szeretnék megdicsérni egy oldalt, ahol a műsoromból olasz nyelven ki van vágva. Nagyon kedvesek vagytok, ugye mindegyik ötök adott egy-egy címet, és nagyon-nagyon sok a megtekintés. Köszönöm szépen. Grazie molto. Milyen muzika cantare. Io a dopo mangiare. Adesso dormire. Tehát én most aludni fogok, hogyha ezt a live-ot leteszem, ezt mondtam. Régebben pedig énekeltem, ott volt a Showtimes. Igen, ez a Justine Boy is ott van. Segítsetek már, hogy kik lehetnek ezek végeredményben. Nem szeretném őket jelenteni, mert meg szeretném magam kímélni a találkozásoktól. Mert ilyen durva embereket nem szeretnék még a bíróság elé se tenni, mert még annyit se érdemelnek meg. Rendben. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Lájkoljatok be, ez az eredeti tévé lett a oldal. Rendben. Olyan néven nem tudok csinálni Facebookot, hogy Párdusz Violetta, mert ugye a személyben kellett leigazolnom, mivel hogy fél évenként Facebook tiltott engem. Így kellett a lánykori nevemet felvenni. De a P. Violetta az be van védve, az a művész nevem. Aha. De ki lett a vörös papnő? Ki? Van elképzelésem róla. Hát jó van. Majd megnyugszanak, jövő héten tenni fogok most, mert tényleg arról, hogy meg lesz tisztítva a YouTube tőlük. És akkor fennmarad a Divitári mulatósó Pédi lett a Kávlacival. Rendben. Na, úgyhogy akkor tisztelettel, szeretettel üdvözlök mindenkit, és a Párdusz Mű az én vagyok. Rendben, és a Timia az pedig a Loka Pantera. Köszönöm. Na ez mi volt? Na. Valahogy nem értem a támadást. És az a férfi, ez a 63 éves férfi olyan csúnyát mondott, és nem csodálkozom azzal, hogy betiltották az oldalát. Azért tudni kell itt a TikTokon is, hogy mit csinálunk, mit mondunk. Igen, él Laci, persze. Jól van, minden rendben van. Aha, tehát a Mercsó a vörös papnő. Hát gondoltam rá, csak ő beszél olyan csúnyán. Egy nő, aki férfinek teszi magát. Ennyi. Az is benne van. Banók Lajos is benne van, persze. Ebben benne van Varga Irén, Banók Lajos, Mercsú, Malakatos Matild, és az ilyen nők, akik férfivá váltak. Igen.
Persze, hogy benne vannak. Meg az olyan férfiak, akik nőkké váltak, tisztelet a kivétel. Mert nem mindegyik szemét. De annál aljasabb emberi lények nem kellenek a Földön amúgy. Persze. Nő és férfinek teszi magát. Kisanyám. A genetika az hiába lettél férfi. Kicsapok belőled az erőt. Én, mint nő. Rád vágok egyet, és ketté zuhansz. Bármelyik kötök az. Ennyi. Az is lehet. Meg a Balogh Tina is lehet, meg a Mercike. Mercike. Meg a betegasszony. Meg az a másik betegasszony, pszichiátriai hülyék. Igen, akik féltékenyek rám. A szépségemre, a kedvességemre, a mulatosomra. És mindenre féltékenyek. Persze. Aha. Igen, mert ők nem értek el semmit, csak a nyomorúságot az életüknek. Ja. Meg az, hogy bújtosniuk kell. Ennyi. Mert tuti, hogy ők nem olyan emberek, akik tisztességes nőként és férfiként élik az életüket. Na persze lehet úgy is, hogy férfi-férfivel él együtt és tisztességes úton járnak el. Nő-nővel és szintén tisztességesek. De ezek némelyik. Hát némelyik nő azt, hogy ő férfi lett. Hát nem, kisanyám. Nem, mert ugyanaz a nő maradtál. Ennyit üzenet nekem. Te csak harciaskodjál azzal a nővel, akivel együtt érzel nevenem. Mert tőlem akkor átkapsz, hogy a fejed ketté csattad. Azt hiszem, vagy megmutatom neked mi az, hogy igazi anyai pofon a pofa lemezedre, hogyha nem hagysz békébe. Megtáncoltatlak én tégedet, ne fél, el foglak én téged kapni. Azt hiszem. Na, hát az is benne van. Persze. Az meg harcol a férfié, aki elvett tőlem. Hát hiába harcol, ha nem kell neki. Itt már megváltoztak a dolgok. Ennyi. Én félhez mentem, már is szép életre élek, ők meg szenvedjenek úgy, ahogy vannak. Ja, bújjanak össze, szenvedjenek. Köszönöm a rózsát. Aranyos vagy. Puszikálnak. Hát nem vagyok Pikachu. Rendben? Rendben? A Pikás szóból indult el ez az, hogy Pikács. Ugye annyit lett írva, hogy Pikáns, majd utána valamelyik úgy tette, hogy csi. Na, mert nem mindegyik ősöm tudott írni. Van, amelyiknek csak egy osztálya van, és van olyan, aki csak keresztet írt. Húha. Azért tényleg jó lenne, ha megbékélnének ott a YouTube-on, és nem csinálnák tovább a cirkuszt, mert ha bármi rendőrség vagy bíróság lesz, nem fogtok ám győzni, mert én csak védekeztem a támadások ellen. És védekezek, és még jó, hogy védekezek. Nem fogom magam engedni. Engem is a pankot csinált az apám. Nem egy izé, egy múja ember. Az olyan ember volt, aki megsértette őt, oda ment és egy az egybe úgy megverte, hogy maga alá szart, meg húgyozott. Inkább bevállalta a fater a börtönt is. De nem engedte magát bántalmazni. Aha, volt úgy, hogy 30 embert vert ki a kocsmából. Jó tette. Ennyi. Nehogy már, én majd engedni fogom magamat majd ütni, verni, szapulni, hogy gondoljátok? Meg az a tehén Varga Irén is, pofon vág. Hát olyan nyakleves vágok le neki egyszer, hogy hátra zuhan, azt onnan többé nem kell föl. Akkor átütök rá. Nem kézzel, könnyékkel. Van három ütés. Könnyékkel állat fel, torokba be, utána lecsapni a szíve gyökerét, és rögtön kinyúlik. Úgyhogy Varga Irén, fejezd be, takarodj ki a köztudatból. Nem mindent neked köszönhetek, te mocskos disznó. Te mocsok állat.
Minden rossz. Rámeresztetted az egész népet. Maradj már, az meg még bolondabb, mint Irénke. Olyan, mint egy hörcsög. Hörcsög. Hát még a szeme is olyan, vagy ürge. Maradj már vele. Az még bolondabb az Iréntől. Olyan csúnyák. Az Irén olyan, mint egy hörcsög, vagy nem, mint egy pocok, ami kibújik, tudod, a földtől. Az ura meg olyan, mint egy izé, öntött türge. Olyan csúnya. Persze, hogy benne vannak. Azért, hogy kolduljanak. Persze. Hogyne. Meg hát a sok olyan ember, akik gondolják, hogy Irénből majd pénzt csinálnak olyan sokat. Hát nem hinném. Sziasztok. Szia, Viki, idegbeteg, pultos, puszillag. Régen nem láttalak, már mint nem voltál fent a jomodkod. Nekem mindegy, hogy hova valós ilyen férje. Nem érdekel, de fejezzék be. Irénből nem lesz művész, Irénből nem lesz színész. Elmúlt, lemúlt, kinyúlt, vége. Ennyi. Már, amint hallom, annyi megfenyegetést kap, hogy jobb lesz, hogyha visszavonul. Mondom, azt a férfit meg azért tiltották, mert nagyon sokat bántott engem, és egy olyan videó összevágást csinált, és említette az én nevemet, hogy hát letiltották a férfit. Én egyből jelentettem őt, de hogy ne jelentettem? Ilyen intim dolgot még az életben senki nem mondott. Nem mert rám mondani. Álljon meg a menet. Egyszerűen megijedtem attól a gundormányos fejétől is. És azért, mert ő arra hivatkozik, hogy 63 éves ember. Hát én 62 éves hölgy vagyok. Hát hogy mertek engem bántalmazni? Mire fel? Nekem az eredeti oldalam, a Pivirette nevem, a Pádusz nevem be van vítve. Azt senki nem használhatja. Ez van. Na. Így van. Most megjön az Irén, hogy ő neki nem kell pénz. Na. Hát nem is kellett volna eddig se Irénke. Mert a Laci dolgozott, hozta haza sok pénzt, kapta rád még plusz az ápolásit, te kaptad anyám még ezt a fogyatékossági támogatást, meg még pluszba ugye a nyugdíjadat, meg még pluszba ingyen a gyógyszert, meg ingyen az úti költséget. Könnyű neked oszbra lefutni, mert még a párod is ingyen utazik, 10%-ot kell csak fizetni ám. De nekem 10 000-et kell fizetni, nektek kettőtöknek 1 000-et, te mocsok kutya. De ne használd ki a nyugdíjfolyosítót, meg az ingyen utazásirat, az egészségügyi pénztárt, meg mindent. Amikor kutya bajod nincsen, nagy erdőben neki ászkulázni, azt mondod, hogy vigyen neked levelet a fáról. Mi? Gusztustalan ember vagy. Nem mesélek én neked se semmit. Én nem beszéltem a te hátad mögött semmit sem. Csak elég jól megtámadtál engem te is. Mert nem veszed észre az én művészi hangomat, csak a te hangodat veszed észre, hogy az nagyon szuper. Én megdicsértelek téged, nem mondtam róla semmi rosszat, de te viszont sokat mondtál róla. Úgyhogy ezt nem is értettem meg, hogy miért. Érted? Mert az, hogy egy kocsmai zenész bár hangod van, az biztos. De hogy nem művészi hangod van, az is értszentség. Nem vagy művész, úgyhogy ne haragudj. Én nagyon sokat tanultam azért, hogy én művészettem. Attól függetlenül semmi gond, semmi baj nincs. De te engem nagyon hirtelen támadtál. Nem voltál ritmusban, nem voltál így, nem voltál úgy. Olyan bántalmazást kaptam tőled hirtelen, hogy én erre csak annyit tudtam csinálni, hogy mosolyogtam, és más nem. Mert bántani nem akarlak téged. Ne, nem. Mert jó ember vagy, attól függetlenül.
mert csak hallott te is a sok rosszat rólam, és gondolod te azt, hogy én nem vagyok művésznő, de igenis, én művésznő és színésznő vagyok, úgyhogy kikérem magamnak ezeket. Ja. Igen, belőle úgy lett egy hatalmas sztárlók a panterából, hogy fogta a mikrofont, a szőthöz baszta. Na jó, én ebből nem kérek. Én ilyet nem csináltam. Úgyhogy ne tévesszetek össze vele, és mondom, a páducrány az én vagyok. Bármikor meg tudom alakítani, tehát tudom ezt a nemet felhasználni. Bevédett név. Ennyit szeretnék mondani. Van, aki így, van, aki úgy hívja fel magára a figyelmet. Ő így hívta fel magára a figyelmet, hogy megfogta a mikrofont, azt a földhöz baszta. Ennyi. Az énekválasztás nem volt jó. A öltözés meg minden az nagyon szuper volt, viszont az énekválasztása, ami egy bikinibe szinte történik, az Istent akkor nem kell a szájára venni egyik énekbe se senkinek, tehát én ezt mondom, hogy tilos olyankor ezt említeni. Itt ez volt a baj. Sziasztok! Hát tudom, hogy megmondom az igazat, és ezért utáltok, de ne utáljatok. Ezért. Jó a hangod. Te még jobban énekelsz, mint Roka Pentele, ne haragudj, vagy Irén, vagy bárki más. De, hogy mondjam neked, egy rutinos énekest, egy színészt azért nem kellett teremteni olyan gyorsan, mert késik a hang. Az egyik Facebookról megy, ugye a YouTube-ról a hang, mire én itt megszólalok, az ott késik, mert hogyha egymást emberé teszel két telefon, még a hangom is késik, hogyha most bekapcsolom azt. Tehát technikailag készség és nincs ütembe, de azért annyira rossz hangom azért nincs. Tudom, hogy milyen a hangom, bocsi. Na, jól van, nem vitázunk. Mert nincs értelme szerintem, ugye? Nincs értelme. Szia, Roland! Most beszélünk, hogy a páducrányok az én vagyok. Most az, hogy Loka Pantera, az Loka Pantera. Hát nem kell ti mit párducozni, mivel a páduc én vagyok. Ennyit szerettem volna mondani. Még az előbb leírtam neked, hogy mondd el már élő videóba. Én se vettem el Loka Pantera nevét, ő se vegye el az én nevemet. Köszönöm szépen. Eléggé jó nagy problémáim lettek ebből, de nem gond. Így van, köszönöm, Roland. Amúgy mondtam, hogy voltam nálatok, nagyon tiszták vagytok, nagyon szerethető emberek. Ugye a dalválasztás nem volt jó sajnos Timinek, mert ahhoz a felszerkóhoz az a dal, az nem ment kicsim, és a Bogi azért mondta, hogy erköstelen, mert ugye az Istenem, mert amikor majd figyeld meg, visszajátszod, hogy a Istenem, mit tudom én, hogy mit kér, ott a Timi a badalban, na, az volt egy kicsit erköstelen a Boginak. Amúgy, ha Timi nem dobja el a mikrofont, lehet, hogy Timi átjutott volna a táborba. Ez így van. Aha. Értem. Jó van, akkor vannak őrültebb párducok tőlem is. Oké, jó van. Na, mert ugye ezt a nevet én bármikor felvertem, magam mellé csatolok három nőt, például ezt az idegbeteg, hol van? Idegbeteg pultos csajt, meg még egyet, és akkor indulhatunk, mint páducrányok, akár fellépésre is. Mert ugye a Gréti ebből kimaradt, én pedig viselem továbbra is ezt. És csúcs. Szóval akkor van őrült páduc, én meg vagyok a melyik páduc? Gyenge páduc? Jó van. Na, ezen nem vitázunk. Lényeg az, hogy nem kell itt engem támadni, és van egy öreg csávó,
Mármint, hogy én is ugyanolyan öreg vagyok, 62 éves, ő 63, de 20 évvel néz ki idősebbnek. Azt mondja, hogy letiltották a 73-as követését. Hát nagyon sajnálom, 73 ezres követést. Nem kellett volna P. Violettába belekötnie. És olyan csúnyát mondott a csávó, majd megbeszéljük Roland ezt így privibe. Figyelj ide, kisanyám, én mindig gerinces voltam, nem? És az is maradok, jó? Te is az legyél szerintem, és mindenki az legyen. Itt nincsenek konkurenciáim, szeretném mondani. Senki, se te, se a másik, se a harmadik. Annyival vagyok külön tőletek, hogy nekem műsorom volt. Ennyi? Mással nem. Mert annyival igen, ezt el kell ismernetek. Most ez a TikTok nem erről szól, hogy itt balhézzunk, hanem arról szól, hogy adjátok meg azért egy kicsit a tiszteletet, mert én is megadom nektek. Az, hogy mondok valakiről valamilyen véleményt, jogosan teszem meg. Igen, nekem meg a világ szinten van levétve a Pádusrányok és a Pévi lett a nevem. Az egész Amerikáig megy el különben. Ennyi. Levédettem mindent. Jövő héten megszedettem le azokat a oldalakat, és ott van a top 10, így van? Mert ott van a top 10, ott még mindig már 10 éve, 10 éve nem hagynak békén minket a Pádusrányokat. Én ezért mondtam, hogy Timinek nem mondják, hogy Pádus, mert nem ő a Pádusrány, ne őt bántalmazzák azokért a felvételek a top 10 is, listába benne, hanem az én vagyok ott. És eléggé baj, mert ugye a Gréti sajnos akkor még fiatalkorú volt, és őt már nem kéne szidalmazni, mert ők teljesen kimaradt ebből. Persze, mondjad a véleményedet, de nem nagyon vagyok rá kíváncsi, köszönöm. És ha szeretnéd, akkor le is tiltalak, rendben van, szia. Ennyi. Nem kell vitáznunk. Mondj azt, amit akarsz, kész, viszlát. Ennyi. Ne. Jól van, drágám, csak láttam, hogy ott írogattak, mikor az előbb írtam neked, hogy Páduc. Vagy írul a mitek, nem tudom, na mindegy. Tehát ne tévesszék össze, ne bántalmazzák őt meg pluszban. Én miattam esetleg a Timit. Na. Ja, hogy rólam, jól van, drágám. A top 10-től szeretnék már megszabadulni, majd valahogy megpróbálom, hogy tényleg már ne engem tegyenek bele. Tehát akkor tegyék bele Varga Irén, tegyék bele Miriamot, tegyék bele bárki más, de már engem ne tegyenek bele, engem már jó lenne elfelejtenének belerakni. Tehát a tavainál ugye a harmadik helyen voltunk. Most a hetedik helyre, vagy nyolcadik helyre estünk vissza. Nagyon sajnálom, ebből mindig konfliktus van a Grétike és én közöttem. Hát nem, hát ezt tudja a Sobi Roland is, ugye nekem megszűnt az 5 hónapos szerződésem, és utána megcsináltam Újpesten egy bulit, és ahol ott volt a Timike is. Hát ne vicceljetek, mert miért dobtak volna ki, én hagytam ott a picsába azt a Budapest évét. Nem írtam már a szerződést. Adjanak már békébe. Aha. Hát majd akkor jövőre lehet, hogy belerakják. Hát a riposzt azt nem tudom, minek ír. Hát abban voltunk benne a top lista. Nem top 1, top lista. Hát így van, visszahozza az is, a fókusz is állandóan az a dicsekszi. Meg az Aleska is.
Nem tudom. Hát de ott volt fent a rtlmost.hu-n. Ott volt. Már most már jó lenne, mert majd intézkedek itt az X-faktor körül, hogy már ne a múltamat mutassák, mutassák már jövőmet. Mutassák a jobb dolgokat. A Ripost magazin az majd fog egy erre reakciót írni erre. És az, aki hazudott, hogy engem kirúgtak onnan, meg ilyenek, meg amolyanak, azok meg lesznek büntetve, mert pert fogok indítani ellenük. Ennyi. Uh-huh. De persze, hogy hívják. Engem is hívtak háromszor, Roland. Mit csináltak mind a háromszor? Ha már egyszer ezt megtették, megteszik még pluszba még 70 ezerszer jobban. Nagyon vigyázni kell. 7 órás riport készült, mikor a nagy gitárt rám akasztották, és ott volt a rock'n'roll, elkaphatnék, rock'n'roll, elkaphatnék. Le se adtak belőle semmit. Mondjuk ott a Bialex meg a Gigi rendes volt, mert az Omiszter alkot bejátszották. És hát mondták, hogy nem is olyan rossz. Persze, hogy nem is olyan rossz. Jó az. Jó volt. De azt kell énekelni, amit ők kiválasztanak. Az X-faktor az egy Show Times. Úgyhogy vissza lehet menni, menjen vissza. Miért ne? Aha. Hát ugyanúgy jártak itt is. Voltam Bátmonostoron, nagyon sokan jöttek oda hozzám. Nagyon örültek nekem, rengeteg autogramot osztottam ki, vannak felvételek róla, és hát itt Dávodon is végül is. Igen. De nem dávodiak, hanem így Vaskúti, innen, onnan, amonnan. Ezt komolyan mondom, és hát maga a fellépőktől is kaptam én a szelfit, és ők is csináltak róla. Ja. A Langszi az nagyon jól sikerült. Szerettem volna elírni az elérhetőségeteket, hogy meghívjalak titeket, de nem tudtalak elérni semmiféleképpen. De majd lesz egyházi, majd oda meghívlak titeket. De lesz még egy pót Langszi. Ez egy esküvő volt szinte, egy sima esküvő. Vagy nem tudtatok jönni? Ja, azt hiszem meghívtak, igen, nem tudtatok jönni. Uh-huh. Hát majd legközelebb jöttök. Csinálunk egy pótlagzit, egyházit. Hát ne tudd meg, hogy mennyi kalamajka volt az esküvőn körül. Uha. Borzasztó. Nem is akarok róla mit mondani, de pánik volt. Ja. Itt volt minden, ravókocsi, rendőrségi kocsi, minden jármű, ami csak létezik, paparacik, minden Roland basszus. Hát igen, hát pénteken volt egy hete, hogy összeházasodtunk, de azért egy éve már együtt járunk, és minden nap együtt voltunk. Ez ugyanolyan. Nem sokkal változott. Csak annyi, hogy hivatalossá tettük a dolgokat, és felvettem a tisztelt férjemnek a nevét. Hát kb. 80-an voltunk. Hát a belső kertben el volt dugva a nászlép. Nem szerettem volna, hogy a paparazzik észrevegyék, mert ugye két útról lehet innen bejönni, és a Bosszantó felől érkeztek a vendégek. Itt ne csapva itt ezt az utat. Itt a Juliska bolt háta mögött jöttek be, úgyhogy végig beállt a kocsival, és akkor ott a belső kertben voltunk. Hát kb. 80-an. De nem mertem mutatni a nászlépet, mert én is mentem ki az újságokra, TikTokra, illetve ide a TikTokra még nem hozták le, de a YouTube-ra kivitték. Viszont csináltam egy ilyen műsort is amúgy a párommal. Csak a tojást sem akartam feldugni teljesen neki, ugye, hogy a nadrágján keresztül, és a másik nadrág szára jöjjön ki, mert féltem, hogy tilt a Facebook. Azt hiszem, hogy durván. És volt egy kocsi, képzeljétek el, ami háromszor rohant.
Ide, oda, vissza, megbolondult a csávó. Egy régi ismerősöm. Aki meglátott mennyasszonyi ruhába, hogy férhez mentem, agyvérzést kapott a csávó, de még jó, hogy nem ütközött össze senkivel. Kedves párom, itt van. Mellettem. Tisztelettel. Mondtam, neki ne beszéljen, nem mutassa az arcát, mert ugye visszaélnek vele. Megvédem a páromat, mert a családját is kikezdték már, és az én családomat is, és nem tudom, mit akarnak tőlem ezek a őrült emberek. Én nem tudom, hallod, kik voltak itt, de rengetegen voltak, rengetegen. Csak hogy futkostak. És köszönöm szépen a rendvédelmiseknek, hogy kaptam bevédést. És fél órát késett az esküvünk. Bizonyám. Fél órát. Különböző technikai okok is voltak még. Ja. Volt még egy vesző. Ezt kérdezték a férjemet, hogy a nagyapja mikor született meg ilyenek. És ne haragudjatok, én arra sem emlékszek, hogy apám mikor született. Kb-re tudom, de édesanyámat tudom, de az, hogy a nagyanyám, vagy a nagyapám mikor született, az életemben soha. Volt egy ilyen, hogy régebben egyékezett, mit tudom én, aztán most akkor, na, mi lesz? És végig izgultuk a szombat, vasárnapot, hétfőn délelőtt kaptam a telefont, hogy semmi gond, bajára bementünk, érdekes, ott nem jött ki egyetlen egyékezeti hiba sem. Ja. Hú, jössz a Julia helyett? Jó van, de nem a TV-nél lesz megtartva. Műfázva fogom megtartani a Diridári Monatosó. Ennyi. Na, összedem a jó énekeseket, aztán megyünk. Ezt az idegbeteg pultos hölgyet meg azért írtottam le, mert nekem nem hiányzik ez a balhé. És sokan mondták nekem, hogy nem is szabad ilyen emberrel foglalkoznom. Nem kell. Minek? Az ilyen társág nem kell. Ennyi. Na mindegy. Ez van. Minden oké, amúgy semmi gond nincs. Majd lesz valahogy, majd jóvá alakul minden. Jó, rendben. Nem, Balázs, rendben. Hát ez nem most lesz, majd. Egy kicsit pihennem kell. Túl sok volt a tortúra. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy lesz, mint lesz. Stb. Nem tudom. Hogy jön-e most a negyedik pandémia? Ez itt a nagy kérdés. Ez bizony. Na, szeretnék én is magamnak YouTube csatornát, és akkor bedobni azokat a jó kis műsorokat, beszélgetéseket, live-okat, természetesen is elkezdek majd főzni. Igen. Menjen le a járvány pontosan. Legyenek átoltva a tisztelt előadó művészek, ha meg nem, akkor meg nem tudom, hát én beoltattam magam. Hát most be kell oltani, vagy nem kell be, vagy mi van, hogy van, merre, hány méter rebesgetik a hullámot. Tehát rebesgették a világválságot, mert tudjátok, nagyon jó 2 évvel ezelőtt. Utána hirtelen berobbant egy világjárvány. Oh, mamma mia. Különben nagyon kegyetlen lehet ez a vírus, mert kis formátumban megkaptam ebbe a 2 oltóanyagba. Hát a köhögés, a láz, csontfájdalom, fejfájás, és minden, ami van ezen a földön, az minden volt. Sajnos édesanyám az elhalt a második vakcina után, meghalt. Ennyi, és nem viccelek, és ebben halt meg, igen. Hát igen. Ja. Na, szeretném mondani, hogy mindenki felé nekelhet minden dalt. De a szerzőtől kell egy engedély. És a, hogy mondjam nektek, a karaoke alapokat, azokat pedig fel lehet használni. A szabad. Köszönöm szépen.
Na, úgyhogy jobb rögzítve a dalt énekelni, mint élőben a televízióknál, és ilyen nagyszabású romanapokon is kint a természetben, is jobb, ha CD-re van felvéve a hang, és arra énekel rá a tisztelt énekes. Mert akkor nincs ciki. Amúgy meg cikibe borul az egész. Mindenki úgy csinálja. Hát Zsoli se énekel élőbe, se Bangó Margit, se Méri. Fel van ám CD-re már dolgozva a stúdióba, a zene és minden rá van nyomva ám. Elnézést kérek, hogy egy kis kulisszatitkot elmondom. Mindenki tanuljon énekelni, az ének felemel, gyógyítja a lelkeket. És hát örömet okoz minden ember életében. És nem szabad annak a műsorvezetőnek leverni a imidzsét és a szívét, lerongálni és lelkibeteggé tenni, mint amilyen én vagyok. Mire fel? Na mire fel? De azt, hogy most valaki elénekeli ilyen gyorsan, hogy elrepült a hang a koncert véget ért, de ájult, jaj, az esti szél. Ez egy bár énekes, bár ne hallanám. Művésziesen kell előadni, és a színpadi megjelenés is kell, a kinézet is kell, a kontakt is kell, hogy veszed fel a tisztelt nézőközönségeddel a kapcsolatot. Színpadi megjelenésen minden számít. Jó, hagyjátok békén a Káolacit. Káolaci megözvegyült, Káolaci ebbe belebetegedett. Ezt szeretném mondani. Nincs jól. 87. éves már Káolaci. Lehet, hogy jobban lesz, lehet, hogy rosszabbul. De szerintem jobban. Csúliával nincsen semmilyen kapcsolatom. Giulia továbbállt, Giulia már nem szólt hozzám, Giulia már tette magát, kész, ennyi. Mindenki, aki a műsoromban volt, szinte lehet kivétel nélkül mondani azt, hogy az ellenségeim lettek. Igen, versenyeztek velem. Ennyi. Hajaj, nagyon is. De hogy mire, azt nem tudom, mikor én őt nagyon szerettem, és nagyon becsültem. Senki. Így van. Ő is csinált már egy külön műsort, nem? A sztárba nem is említett engem. Ő magáról mondta, hogy ő műsorvezető. Holott én vittem be a Budapest TV-hez. Ennyi. Hát persze, hogy életem sikeres, hát most miért ne? Ibike Blue is a műsoromból lett sikeres, mert ugye, mint díva. Balogh Lajos is, mint hangulatfelelős. Ott lett sikeres, máshol nem? Na jó, nem csinálunk még egyszer egy ugyanolyan műsort, teljesen más műsor lesz, erre készüljetek fel. Jó? Köszönöm. Na, üdvözlöm a Dildári mulatosó tagjait, amúgy teljesen én nem mondhatnám azt, hogy én haragszom rátok, mert nem vagyok rátok irigy. Na jó, hagyjátok a Ibike Blue-t nyugodtan pihenni. Halottról semmi rosszat nem mondunk, rendben. Vagy ott, vagy semmit. Hát Giuliáról csak annyit, hogy nagyon kedves volt, mindig ott volt pontosan, nem hagyott cserben, és köszönöm szépen neki. Neki köszönöm ezt. Köszönöm Ibike Blue-nak is, Káolacinak is, Beának is, és jó magamnak is, Szegő Tibikének, hiszen mi így voltunk egy csapat. Mellénk meg, akik jöttek, elfértek.
Igen. Aztán Irénke az legutolsó műsoromba betolakodott. Jobb ezt tároltam, utána meg olyan ellenségem lett, hogy ne tudjátok meg. Azóta se értem, hogy miért. Dehogy is, hát biztos jól érzi magát. Elsöprődött valahogy, vagy nem tudom. Ugye a Kárpáti Ferivel volt nagyon sokat, utána még a Balogh Lajosék után, amit nekitérték onnan az éttermet a kezemből, hogy ők majd jobb műsort csinálnak, az közben nem csináltak semmit, csak begyűjtött 20 énekest, azt a se nem ittak, se nem ettek, csődbe vitték azt is. Csődbe vitték a Budapest TV-t is. Ennyi. Na persze, hogy nem, mert tévérettái voltak, mindig is meghalva, meg lesznek is. Ezt üzenem mindenkinek. Hiszen az én műsorom a legnézettebb. És hát név miattam nézték, Káolaszi miatt nézték ám ezt. Meg Beasszony miatt, Ibike Bló miatt, esetleg Giulia miatt, és hát még a többi előadó művész miatt is. Tehát mi így voltunk jók, ahogy voltunk. De azért csak az én érdemem ez a hatalmas nagy megtekintés. Ezt szeretném mondani. Hát annál több van. Ne haragudjál. Itt csak egy Facebook oldalon volt egy nap alatt 1,5 millió megtekintés a Koltai DJ oldalán. Viszont. Meg a Kívánság Pisti, hát kiírta, hogy hát ez a Pévioletta. Hát csak egy nasztár, hogyha ilyenkor a megtekintése van. És igen, nekem volt a legnagyobb megtekintésem. Ez sokkal több az 1.700.000. Sokkal több. Mert volt úgy, hogy le volt állítatva, és újra számolódott. Igen. És hogy mennyi van eladva belőle, mennyi szétszaptosás van, és mennyi oldalak, ahol ott vagyunk. Hú. Na, úgyhogy a Diridári mulatosó Pévjönettával, Káolacival beírta magát a történelembe, ebben nyugodjatok bele. Én is bele vagyok nyugodva. Lesz, persze, hogy lesz. Igen. Káolaci helyett a párom lesz. Ugyanúgy néz ki, mint Káolaci amúgy. Csak fiatalabb 10 éve. Igen. Ő is tud hegedülni, citerálni. Nagyon jó fej. És mindenhová eljön menet fellépni. Úgyhogy ezt megbeszéltük. Ja. Senki nem mondja meg, hogy nem a Káolaci amúgy. Voltunk egy helyen, és összetévesztették a Káolacival. Persze, majd megkeresem Giuliát valahol. Nem, Irénke biztos, hogy nem. Irénke biztos, hogy a Diridári mulatosóba a lábát be nem teszi. Soha. Nekem oda nem kellenek műemberek. Lehet, ő műember lett. Ja. Ha bármikor csinálok én vele egy ilyen duettet, elmegyek, elviszem stúdióba, és megcsináljuk a duettet, és nyomhatunk egy koncertet, vagy bármit, hát erről még nem mondtam le, csak ő annyira bolond, hogy ezt nem teszi meg. Ő inkább bízik másokba. Lehet jelentkezni, persze. Igen. Ja. És még egyszer üzenni ennek az idegbeteg Viki pultosnak, hogy ne csináljon itt előfeszültséget. Mert én nem írtam ki magamról, hogy idegbeteg, de hogyha én idegbetegségbe jövök, akkor egy szál haj nem marad a haján, hogyha engem nem hagy békébe. Ez nem megfenyegetésnek vegye, hanem annak,
hogy engem nem lehet sérteni. Jó, múltkor énekelt nekem, jónak vettem, kedves voltam, nem bántottam, ő viszont engem nagyon keményen kiosztott. De hogy mire fel, azt nem tudom. Tessék, zenéjen csinálja a kis zenéjeit. Ennyi. Nagyon idegesítő az, amikor valamelyik egy nagyobb előadó művésznek, egy híresebb előadó művésznek neki ront. Nem, Ivike még élt 3 évet. Egy hirtelen csontrák támadta meg, amit nem tudott leküzdeni. A rossz indulatú rákot. Ja. Áldjon engem békébe az apótos Viki. Énekeljen, zenéljen, menjen énekelni, csináljon magából nagy művész, de ne úgy, hogy engem kioszt. Van neki jó hangja, el van ismerve. De hogy előadó művész, kizárólagosan nagy művész, mint Sota Irén volt, vagy Karádi Katalin, vagy ilyen nagyobb Gobi Hilda, meg ilyenek, nem lesz belőle soha. Belőlem még lehet. Ennyi. Ugye? Na. Én már kitapostam az út szélét is. Ennyi. Hát igen, az is történt sajnos. Na mindegy, hagyjuk őt nyugodtan pihenni békében. Soha nem hittem volna, hogy ő meghal. Eléggé fiatal volt, 72 éves. Na mindegy, én örömmel szereztem neki. A Tököri étteremben ismertem, meg ott volt, mint nézőként. Aztán mondta nekem, hogy ő nagyon szeret énekelni, van egy kórus. Akkor mondtam neki, Ibikém, gyere be akkor a Budapest TV-hez. Bevittem. És hála jó Istennek énekelgetett nekünk. És divámnak választottam. Nagyon szerettem őt amúgy. Igen. Nagyon hiányzik nekem. Dárga Ibike Blóm. Bea asszony is. Nagyon sír a lelkem értük. Hát K.O. Laciért is. Hát K.O. Lacival mindennapos kontaktban vagyok telefonon. Minden rendben lesz. Jaj, Istenem. Rossz ebbe belegondolni, hogy nincsenek, de hála mennyi jó atyának, hogy ott vannak a YouTube-on, benne a műsoromban. És hát soha nem fogom megbánni. Mert ezeknek az embereknek örömet okoztam. Édesanyja is ott volt a műsoromban. Sokszor elkísért. Akármilyen beteg is volt, ott táncikált mellettem a végén. És ezek mind jó emlékek. Ezt hagyjátok, ezt ne tapossátok össze. Úgyhogy tisztelettel mindenkit megkérek arra, hogy tartsátok tiszteletbe azt a műsoromat. Hát ő december 30-án hunyt el. Anyukámnak volt a születésnapja december 29, másnapra elhunyt. Beasszony. Édesanyám 4. hó 19, 18-án volt Andrea névnap, és még ugye az első unokája, a reálányom, azt még megválta, és utána elaludt csendesen. Hát Ibi Kebló pedig augusztusban a névnap környékén volt a temetés. Tehát augusztus 5-én most egy éve. Mert eléggé sok
sok minden történt azóta, és ugye tele gyászol a szívem, a lelkem. És belém taposni, ugyan már nem szabadna. Ez a Varga Irén átkozott el minket amúgy. Nagyon. És vigyázzatok, mert minden átka elfog mindenkit. Igen. És még rózsa is van a szemébe, ha nagyon megfigyelitek. Akinek rózsa van a szemébe, az mind boszorka. És ez a nő, ez a Varga Irén, ez nagyon boszorka nő. Nem tudok neki. Én megbocsájtottam neki, de soha nem felejtem el a szemétségét. Adja a jó Isten azt, hogy megmeneküljünk tőle örökre, ámen. Bizony, igen. És akkor még elkezdtek szemétkedni, a diridári mulatosomat elveszik, meg nem tudom kik, folytatják, ne csináljátok. Mert az a diridári mulatosom, az Ibikebló, de az, hogy emlékéért kérlek titeket, hogy azt hagyjátok békében. Igen. Az egy felejthetetlen kis műsor, azt hagyjátok szépen békében. A műsorvezetőjével együtt. Nekem is volt nagy műtétem, nekem is az életem kockára volt téve. Úgyhogy épülgetek fel. És ez a Varga Irén, ebben nincs semmilyen tisztelet az emberek iránt. Csak saját magával. Nem lehet őt letarolni a trónról. Milyen trónról? Akkor doblak le a trónodról, anyám, amikor én akarlak. De még akkor át fog zuhanni, hogy összes csontot fog összetörni egyszerre. Így van. Második anyukám volt. Így van. Pontosan. Így van. És neki az imája jött össze, amit ő kívánt nekem még a legutolsó beszélgetésünknél. Éjfélkor hagyott egy üzenetet nekem, hogy másodszorra is operálni fogják. És azt, hogy azt mondta, hogy adja a jó Isten, hogy találj magadnak egy olyan férfit, aki mellett nagyon boldog leszel. És ámen, és ez be is sikerült. Barátom is, úgyhogy férhez is mentem hozzá. Hát tiltotta az egész község. Rólam olyanokat mondtak neki, hogy kiájultam. Teljes mértékig hazugság tömkenegét. Azért mondtam, bármit mondok, nektek bizonyítani kell ezt a vádat, amiket ti rám kitaláltatok. Én nem félek a bíróságtól, mehetünk. Nyugi, ti lesztek elítélve. Van oklajos mocskosságai. Úristen, kegyetlen egy rohadt ördög, azzal a lapos orrával együtt. Olyan csúnya a feje neki. Na, meg ennek az Irénnek is. Úristen, rosszul vagyok, mikor látom itt a TikTokon. Rosszul vagyok tőle. Na, majd ad neki szeptemberben a kanadai zenés csávó. Aha, megkapja vagy a magáét. Így van. Na jó, hát azt a kutyát nem szabad összetéveszteni az emberekkel. A kutya az egy hűséges társa az embernek. A lelke, emberi lelket kap a kutyáknak. Ezért védik a kutyákat, és ha valaki meggyilkol egy kutyát, ugyanannyit kap érte büntetés, mint egy emberét, ezt tudnotok kell. Ja.
Azért nem szabad bántani a kutyákat. Ja, Istenem! Úgyhogy... Igen, ne oktasson ki egy ilyen akárki, mert hogyha még Nótár Méri megszólalna, azt mondaná nekem, hogy olyan Pévi lett a fejez már be, akkor még azt mondanám neki, hogy jó van, kezedet csókolom, drágám, de soha ne felejtsd el, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor Pestre indultál egy bőröndel, találkoztunk, mert a Népligetbe érkeztél be, és én is, és pontosan egymással szembe ültünk be a metrón. És Nótár Mérike, pici kis rövid hajacskával, barna haja volt, nagyon nézett engem. Hogy miért nézett, annyira nem tudom, de egy nagyon kedves, nagyon aranyos, édi kis hölgy volt, és azt szeretném nektek mondani, hogy akkor költözött fel Pestre, de már körülbelül olyan 26, mennyi? 24, 25, 26 éve ugye került a porondra, neki sok kezi segítőkészsége, tehát segítőkezei voltak, ugye a fekete szemek, mármint a Bódi Gusztijék, Csabika és a többi, mindegyiket üdvözlöm. Ő már úgy jött, hogy ő neki már segítették a pályafutását, mert nagyon-nagyon rátermett, és tényleg a legjobb énekes. És még ő sem mondana nekem semmi rosszat, szerintem. Ismerem, igen. Tehát vele is összehozott a sors. Hazát nézi Tóth Gabriellával is. Mert az első X-faktornál, mikor vissza voltunk hívva, mert felejthetetlen kategórián megvan X-faktortól, mint változrányok. Ezt soha ne felejtsétek el. Mert a Király el Norbi csinált velünk egy riportot és a többi, és felejthetetlen kategóriát kaptuk meg. Aláírásunk is ott van, hogy változrányok. Tehát be van védve ez a név. Én mindig mosolyogva ébredek, nem viszek magammal éjszakára gondokat. Én mindig imádkozom, megbocsájtok mindenkinek, magamnak is. Ha van bűnöm, akkor én is ugyanúgy veszek meg. De hát ez van. Ez hozta a sorsom, ez hozta a gép, hogy így támadnak a YouTube-ban. Sötét erőket hívtam elő, mégpedig olyanokat, akik ilyen bukott 40-esek, túl vannak az alkoholizmuson, túl drogozták az agyukat, és nem tudják megérteni, hogy hogy lehet egy 62 éves nőnek. Még mindig szép arca, még mindig jó hangulata, és még mindig nem részeg, és még mindig nem gyógyszerezi magát, és még mindig nem drogozik, hanem még mindig él, és jó kedvű. Ezek azok a mocskok, akik engem bántalmaznak. Ez így van. Egy nagyon kedves asszony Violetta. Sőt, türelmes. Ennyi. De lassan elfogy a türelmem. Azt tudni. Nem sok van már hátra. Az is biztos. Na. Úgyhogy puszim nektek, sziasztok! Mindenkit szeretettel üdvözlök. Majd jelentkezem.